Azért indul függetlenként, hogy hatékonyabban megszólíthassa a román szavazókat. Ezt Só Zoltán polgármester jelölt mondta tegnap este Saltóprizs Extra című műsorunkban. Sós úgy véli, a marosvásárhelyi románoknak és magyaroknak ugyanazok a problémáik, ezeket közösen kell megoldani. A magyar polgármester jelölte több román közszereplő is támogatásáról biztosította. Marosvásárhelynek az a legfontosabb, hogy rendszerváltás legyen, nem pedig, hogy RMDSZ-es polgármestere. Többek között ezzel magyarázta a függetlenként való indulását Sós Zoltán. Sajtóprizs Extra című műsorunkban Farkas István kérdésére elmondta, nem csak névleg független, hiszen csapatában több RMDSZ kritikus személy is van. A független státus az amellett, hogy a polgármesternek is nagyobb lehetőséget biztosít. Egy jó kezdeményezés és nyitás a román szavazók fele, hiszen legalább olyan fontos, hogy meg tudjuk szólítani őket, és el tudjuk mondani, hogy ma Marosvásárhelyen nem az etnikai szavazása fontos, hanem a város problémáinak a megoldása. És ebben számítunk az ő segítségükre is. Az elmúlt hetekben több marosvásárhelyi román közszereplő jelentette be, hogy Sós Zoltán támogatja a marosvásárhelyi polgármester választáson. Legkorábban Andrea Morán szociológus, majd Máriusz Libég, a Punktul és Pont Maros portálok társtulajdonosa, legutóbb pedig Jon Éla Csotleus, Marosvásárhely korábbi Pénélés alpolgármestere.